Az emelt szintű tételsor második kísérletét fogom bemutatni. A tárcán található sorszámozott kémcsövekben vizet, benzint és aceton találhatunk. Feladatunk, hogy azonosítsuk a kémcsöveknek a tartalmát. Nézzük, hogy mit fogunk használni az anyagoknak az azonosítására. A kis üvegben ezüstnitrát oldat van, ha ezüstnitrát oldatot öntünk a vízhez, az acetonhoz, illetve a benzinhez, akkor nem fog történni semmi sem, úgyhogy az ezüstnitrátot nem használhatjuk. PH papírral sem tudjuk megkülönböztetni az ismeretlen anyagokat, úgyhogy másfajta módszert kell keresni. Leginkább ezek az anyagok az oldhatóságuk alapján különböztethetők meg egymástól. Az oldhatóságnak ugye az alapelve az, hogy hasonló a hasonlóban oldódik, ami azt jelenti, hogy az apoláris anyagok apoláris oldószerben, a poláris anyagok pedig poláris oldószerben szeretnek oldódni. Nézzük meg akkor először, hogy mi történik, hogyha a három ismeretlen anyagot egymáshoz öntjük. Az üres kémcsöveket fogjuk erre használni. Először az első kémcső tartalmából öntök, mondjuk körülbelül a felét az üres kémcsőbe, utána a második kémcső tartalmából, jó, és a harmadik kémcső tartalmát fogjuk hozzáadni az első, illetve a második kémcsőhöz. Azt látjuk, hogy a második kémcsőben egyetlen fázis keletkezik, azaz a harmadik anyag, amit hozzáöltöttük a második kémcsőhöz, oldódott benne. Rázzuk össze a másik kémcső tartalmát is. Itt is egyetlen szintelen fázis látunk, az azt jelenti, hogy itt is az anyag oldódott az első anyagban. Ha végig gondoljuk, hogy milyen anyagokat használtunk, az acetont, a vizet és a benzint, akkor tudjuk, hogy a víz az egy poláris oldószer, amely jól oldódik acetonban. A benzin az egy apoláris oldószer, amely viszont jól oldja az acetont, de a vizet nem. Ez azt jelenti, hogy azt az anyagot öntöttük bele a másik két kémcsőbe, amelyik mindkettőben oldódik. Ezek szerint akkor a harmadik kémcsőben az acetonnak kellett lennie. A másik két kémcsőben, az egyesben és a kettesben ezek szerint akkor vizet és benzint találunk. Ha ezeket összeöntjük a harmadik kémcsőben, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy ezek egymásban nem oldódnak, azaz két fázis fogjuk látni. Látjuk, hogy a két fázis megjelent, tényleg a víz és a benzin egymásban nem oldódik. Jó. Még csak az acetont szűrtük ki ezzel, a benzint és a vizet is meg kellene különböztetnünk egymástól. Erre a jódot fogjuk használni. A jódnak az a különleges tulajdonsága, ugye apoláris molekula, apoláris oldószerben jól oldódik, és a poláris vízben alig oldódik. Először a kettes kémcsőbe helyezünk egy kis jódot. Ebben látjuk, hogy lila színnel oldódott. És az egyes kémcsőben alig látható halványsárga színnel oldódik a jód. Ebben jól oldódott, ez azt jelenti, mivel a jód molekulái apoláris molekulák, a benzinben oldódtak, abban lila színt mutatnak, a vízben nem oldódnak, éppen csak halványsárga színt mutat. Ezek szerint akkor az első kémcsőben víz, a másodikban benzin, a harmadikban pedig acetón volt. Összegzésül. Az első kémcsőben a vizet láthatjuk, halvány sárga színnel oldódott benne a jód, éppen vagy alig. A második kémcsőben a benzint láthatjuk, a jód lila színnel oldódott benne. A harmadik kémcsőben az acetont látjuk. És ebben a kémcsőben láthatjuk a két fázist,
a vizet és a benzint, amit egymáshoz öntöttünk, a poláris és apoláris anyagok egymásban nem oldódnak, ezért két fázisban látható. A felső fázis az a benzin.